Hodosi Gyula Veletek egyedül című verseskötetét november 30-án szerdán 18 órai kezdettel mutatják be a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban. A könyvet Petőc András méltatja, míg a szerzővel Mezei Katalin és Szent Mártoni János beszélget. A zenés irodalmi esten a közönség kulturális produkciókat is láthat majd. A város adventi koszorúján december 4-én vasárnap gyújtják meg a második gyertyát, a Remény lángját. A rendezvényen adventi köszöntő hangzik el, óvodások és alapiskolások adnak műsort, és fellép Szabó Manyi, a Rivalda Színház tagja is. Az ünnepélyes esemény 15 óra 30 perckor kezdődik a Városi Művelődési Központ előtti téren. Ugyanezen a napon december 4-én vasárnap 16 órai kezdettel az MP produkció a Gülbaba című kétfelvonásos operettet mutatja be a Kultúrházban. A történet Budán játszódik a török hódoltság idejében. A darabban fontos szerep jut Gülbaba rózsakertjének, egy leszakított rózsának, valamint egy magyar fiú és egy török lány szerelmének, aki Gülbaba lánya.